Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, ti a munkanapot látjátok, ilyen pillanatban egy Wisman Vitadens 300-as kazánnak a karbantartását fogom bemutatni, fogadjátok szeretettel. Szóval a mai áldozat egy Fisman Vitadens 300-as típusú kazán lesz, amit ugye így is néz ki. Ennek a karbantartását, tisztítását kell elvégezni, illetve majd az elektródákat kell szépen kicserélgetni hozzá. Na hát akkor első lépésben ugye kikapcsolni ezzel a gombban már kikapcsoltuk. Gázcsapot elzárjuk, ezért milyen viccesek ezek a gázcsapok, ez már persze otthon is így van, hogy be kell nyomni az, hogy el tud fordítani, el tud zárni. Jó, gázcsap kikötve, és akkor jövünk ide fel, ezeket a csatlakozókat szépen leszedjük, ezt is, ezt a hollandert kell majd kinyitni, illetve ezt az ablakbilincset kell megoldani, hogy ez a friss levegőbe szívó cső eltűnjön innen, majd ezeket az anyákat kell szépen leszedni, ezt a négyet, illetve ugyebár ezeket a csatlakozókat is szépen lebontogatni róla. Ugye első ránézésre ezen a készüléken már volt egy ventilátor csere is, mert ez itt nem az eredeti változat. Jó, hát akkor essünk neki, bontsuk szét az egészet. Na, és akkor látjátok, hogy ugye a friss levegő beszívó vezetéket azt leoldottuk, vezetékeket a ventilátorról leszereltük, hollander kinyitva, innen is a gyújtóelektródák, ionizációs elektródák leszerelve, és innen is ez a földelés, tehát gyakorlatilag most már csak ezt a négy csavart kell nyitni, és akkor le fog jönni szépen ez az egész égőfej magáról a kazántestről. Egyébként érdekesség ennek a kazánnak, ugye kettő darab szivattyú van benne, az egyik a melegvizet előállításához, másik pedig a fűtéshez. Illetve a másik még különleges vicc az egészben, mert sokszor van, hogy ez megáll. És itt ezen az oldalán van, amelyiket ki lehet nyitni, most nem fogom, de tehát itt van a burkolat alatt egy külön reset gomb, amivel meg lehet csinálni azt, hogy minden tökéletesen üzemeljen. Ilyenbe cseréltem már jó néhányba alaplapot, mert az azért szereti magát megadni. Jó, akkor vegyük ki ezt az égőfejet a helyéről. Kiemeltem a négy csavart, ugye kicsavaroztam szépen, most már nem tartja semmi, majd ennek a két fülnek a segítségével ezt magunkra emelve szépen ki tudjuk venni az égőfejet. Ugye mutatni akartam itt csak a hülyeség kedvéért, hogy itt van a kazán burkolatának a tetején, milyenkor tökéletes asztalként szolgál, és itt van az összes szerszám, amire szükség van, egy lapos csavarhúzóra, egy vízpumpafogóra, egy imbuszkulcsra, illetve a 13-as rasnyés kulcsra. Ennyi kell ahhoz, hogy ezt a kazánt szét tud szedni, illetve egy részből készült drótkefe majd a belső tisztításhoz. Na, miután kiszedtük az égőfejet, így benéztetünk magába az égéstérbe, azért itt is van némi lerakódás. Kellemes kis lerakódások, leginkább itt alul. Na, egy gyors drótkefélésen már túl vagyunk, most még ezt a kazántisztító sprét engedjük dolgozni. Nézzétek csak, milyen csúnya elszíneződéseket távolít el a felszínéről. Nagyon durva színek. Utána pedig majd a szifont, ami idelent figyel, a maga kis csendességében majd őt kell még szépen kitakarítani, hogy ezes legyen. Semmi gond. De akkor még itt egyelőre még hagyjuk ezt a tisztítóhabot dolgozni, és szerintem befújok neki még egyszer, mert elég piszkos volt szegényke. Nos, és ameddig dolgozik ez a hab, tehát még ez is hozott le szennyeződés, ez már persze nem annyira piszkos, mint az előző, de azért ennek is van jó hatás ezzel a kazántestre nézve. Ismerkedjünk meg, nem a
pincének a tartalmával, mert úgy látom, hogy itt ez egy nem fizetett reklám is lehetett volna, hanem magát ezt az égőfejet nézzük meg. Ugye itt vannak az elektródák rajta, szokás szerint. Ezzel sok mindent most nem kell csinálni, azt nézem, hogy ez elég szép, tiszta, átjárható, de most ezt nem fogjuk bántani. Elektródákat fogunk rajta cserélni hamarosan, miután hogy természetesen visszatettük. Jó, nézzük ezt. Ennek még kell egy kicsit dolgoznia, de aztán ez is tökéletes lesz. Aztán majd egy nekem szokásos módszeremmel szépen egy slaggal kiöblítjük ezt az egészet. És akkor utána gyönyörűségesen tiszta lesz. Na, most már teljesen szép és tiszta, ugye megvolt a kefélése, már a drótkefével, még miért bárki félreérteni, illetve ezzel a tisztító spraybe is ki lett szépen takarítva, ki lett töblítve, és a szifon is ki lett tisztítva, kegyetlen mennyiségű cucc volt benne. Mondjuk valami apró dugulási jellegű hangot még azért hallok ebből a hőcserélőből, de most egyőre ezzel nem kívánok foglalkozni, az majd a következő probléma lesz, hogyha esetleg ez eldugul, mert akkor vagy cserélni kell, vagy még ettől is jobban kitisztítani, most nem akarom. Már nem azért, mert nincs hozzá kedvem, mert nagyon szeretném, sőt minden vágyom ez, de most nem azért vagyunk itt. Jó, akkor visszatetjük az égőfejet, utána, és miután visszakötöttünk rá mindent, akkor kicseréljük magát az elektróda sort is. Na, szépen visszahelyezve az égőfej, ugye meghúzva a 4 darab anya, az ababilincsel ez visszaerősítve, csatlakozók visszarakva, ez a légvezeték is berakva, még a hollandet nem musztam meg, illetve itt van ez a elektróda blokk, amit majd ki kell mindjárt cserélni ebből az egészből, amit ugye ezzel az imbusz kulcsra, ezzel a Spresco Bismarck imbusz kulcsra fogunk majd mindjárt kioldani innen. Hát ez nagyon nem is volt meghúzgálva, hogy elnézem. Egyáltalán nem. Na, jó, akkor ezt most kiszedjük. Nos, és akkor már elő is van készítve a helye. Természetesen ezt a vonalkódost kis cetlit felragasztottam. Aki nem látná, mert valószínűleg nem fog rázumolni, annak 7820838, a megrendelési kódja. És akkor itt van a két elektróda, ő lesz az új, ő pedig a már használt. Sok különbség egyébként nincsen közte, sőt szerintem még a használt is majd, hogy nem tökéletes, de hát ha már itt van, akkor cseréljük. És akkor, hogy itt a szép új szilikon tömítés rajta, akkor nézzétek csak, tehát ezt ezzel a módszerrel itt így fogjuk, és csak ide bedobjuk úgyni. Az rendben van, utána pedig a kettő csavart visszahelyezzük. Nos, és nem húztam meg túlzottan, egy picit azért kitöremkedett ez a szilikon tömítés, tehát úgy érzéssel föltettem a két új pipát, be van rakva a gyújtóelektródára, ionizációs elektródának a vezetéke szintén vissza van kötve, illetve az a földelés kábel is. Nos, a kazán tisztítása megtörtént. Ugye most akkor gyorsan meg lehet nézni, hogy 2 bar nyomáson van, tehát ezzel nem kell semmit se csinálni, nem kell bele vizet engedni. Érkezett egy SMS közbe. Tehát nem kell bele vizet engedni, hanem ezen a ponton keresztül, ugye ott van a nyilacska, hogy mutatja, hogy lefele a friss levegő, fölfele a füstgáz, elnézést, na, látjátok, félrebeszélek egy kodággel. Tehát ezen a lukon keresztül mindjárt megmérjük a károsanyag kibocsátását a készüléknek. Nos, és ugye be is tett szépen rakva a szenzor a csőbe. Csőbe húztuk, megy a gépezet, hogy majd mérjen mindent, és akkor most ugye első lépésnek átállítjuk kézüzemmódra, majd bekapcsoljuk a gépezetet. Aztán ennek hamarosan indulnia kell majd. És miután elindult, akkor utána meg lehet mérni az egész hóbelebancot.
Na, életre kelt, azért ennek is kell minden esetben kis várakozási idő. Ugye első körben elindul a ventilátor, miután ugye ez a kis rész érzékeli, hogy a ventilátor fújja levegőt, akkor megnyílik a gázcsap. A gázcsapon szépen elindul majd a gáz és a levegőkeverék. Miután ez elindult, akkor utána a gyújtó trafó elkezdi a szikráztatást, és miután az is megvan, akkor megy az égés, és miután ez ég, mint halljátok, akkor egy nagyobb fokozatra kapcsol, és olyankor már teljes mértékben megy a égés, amit itt egyébként tudunk elmérni is, hiszen 47 fokos már a füstgáz hőmérséklet, 8,8%-os CO tartalommal, a PPM CO is igazán jó értékeket mutat. Ez ugye 100 alatt az minden esetben rendben van, de hát most már 36, 33, 30, tehát ez igazán jól sikerült kitakarítani ezt a készüléket. Ennek így határozottan örülök. Engedem még, hogy egy kicsit működjön, aztán gyakorlatilag el is készültünk ennek a készüléknek a karbantartásával, jöhet a téli szezon. Egyébként úgy szerettem volna mindenkinek elmondani azoknak, akik nézik a videóimat, hogy nagyon fontosnak tartom a normális éves karbantartás minden készüléknek a életében legalább egyszer évente elvégezni. Úgyis ezek az a szennyeződések, hogyha nincs elkeltelőtve, egyrészt a készlék hatásfoka fog romolni, másrészt pedig az élettartama fog rövidülni. Ugye a legtöbb esetben az emberek javarésze ugye felszerelte a gázkészüléket, akkor átvette a gázmű, és onnantól kezdve soha az életben nem váltott szerelő, csak akkor, amikor már hatalmas gondok és problémák voltak. A biztonságtechnikai követelmények miatt ezt célszerű egyébként minden évben megcsinálni. És ez most itt nem a reklám helye volt, hogy hívjatok fel egy gázost, hanem hogyha nem szeretnétek túl sokat fizetni, vagy ne adj Isten, hogy sokszor hallunk égéstermék visszaemlástól, hogy meghalnak emberek. Ha nem szeretném, aki így jön, akkor mindenképpen bízza ezeket a dolgokat szakember, és tisztítassa ki a készülékét legalább évente egyszer. Na, visszahelyeztük a burkolatot, ugye visszacsavartuk odafent azt a kis pöcköt, tehát hogy hívják így, most már az égéstermék ebből az irányban nem fog távozni, és gyakorlatilag el is készültünk ezzel a Vitodens 300-asnak az éves karbantartásával. Jelenleg 66 fokos a kazánhőmérséklet. Igen, ez itt így látszik, és megy az égés benne, mert még nem ért el a 82 fokos üzemi hőmérsékletet a készülék. Szépen mennek a keringető szivattyúk is, ugye itt is látszik, hogy az előre menő az 61-2 fokos körülbelül, a visszatérő pedig, mert hogy a boilert tölti, és meleg vizet csinál, az még így nem igazán meleg. Na, jól van. Akkor ebben a részben bemutattam a Vitodens 300-asnak a karbantartását. Nos, nagyon remélem, hogy tetszett ez a mai epizód is. Amennyiben igen, úgy jutalmazzátok egy lájkkal, aki még nem tett, az iratkozzon fel. Nyugodtan megoszthatjátok a videómat, hogy más is értesüljön erről, illetve hogyha valakinek bármilyen hozzászólása vagy kérdés lenne, azt odlent a kommenteknél megteheti. Köszönöm szépen a figyelmet, ti a munkanapot láttátok, minden jót, sziasztok!